Büszkén viseli Vámos atya nevét ez a fehér Volkswagen Transporter. Eddig ezzel a járművel szállították a településen a gyermekeket vagy az időseket. Most azonban új busz érkezett Vámos atyára, a jövőben ezzel a Toyotával látják el ezeket a feladatokat. Így a korábban használt buszt felajánlották a magyar-román határ túloldalán lévő Szilárdnagyfalu református közösségének. A mai ünnepi találkozónknak... Az átadó ünnepségen Vámos atya polgármestere azt mondta, nagy örömmel adják át a buszt. Örülök annak, hogy Vámos atya önkormányzat képviselő testülete részese lehetett annak, hogy a magyar kormány ugye térítésmentesen 100%-os támogatással megkapott falu busszal találkozott a jó szándékunkkal, és találkozott tulajdonképpen a fogadó félnek a örömével, jó egészséggel, balesetmentesen, és a közösség hasznára, az ifjúság, az idősek gondozására használják olyan féltő gonddal, szeretettel, mint ahogy mi ezt addig átadjuk a köszönőfélnek, a fogadófélnek. A kis busz a Szilárdnagyfalui református gyülekezet tulajdonába került. Az 1600 lelkes közösségnek nagy segítséget jelent az adomány. Szilárdnagyfalu egy 1600 lelkes református gyülekezetet gondoz. Szilárdnagyfaluban amúgy 3500-3600 lakos él, és ebben 1600 a református, ennek a gyülekezetnek vagyok a pásztora. Egy ősi templomunk van, 1450 és 1480 között épült Mátyás király korában, úgyhogy a mi őseink már nagyon régóta itt élnek ezen a földön, és hálásak vagyunk a Vámos atyai önkormányzatnak és a magyar kormánynak, hogy lehetővé tette ezt az adományozást, hogy bár használt buszt kaptunk, de még annyira jó és új állapotban van, hogy mi még hisszük, hogy sokáig, hosszú évekig fogjuk tudni használni mindenféle közösségi célokra, ifjúság, szociális célokra, és minden olyan célra, amely gyülekezetünket szolgálja, magyarságunkat szolgálja. Az ünnepségen Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, példa lehet ez az adomány más határmenti magyar település számára. A település az korábban a mezőkasszonyi járáshoz tartozó település volt, ami most Kárpátalján található, és tényleg egy olyan közösség van itt, akár református gyülekezet, akár a polgármester személyében, akinek fontos. És tényleg azt szeretném hangsúlyozni, külön öröm, hogy Szilágy megyéhez kerül ez a busz. Az ünnepségen jelenlévő Bóna Zoltán miniszteri biztos azt mondta, a Magyar Falu program sikertörténet ebben a vármegyében. 2019 óta a Magyar Falu program töretlenül halad, és meggyőződésem, hogy óriási sikereket ért el. A számok nyelvén ez a település itt a Berekben, Vámos atyán több mint 100 millió forint támogatásban részesült, a térségről elmondható, hogy több mint 8 milliárd forint támogatásban részesült, az egész Szabolcs-Szatmár-Berek vármegye pedig több mint 22 milliárd forintban részesült, amelynek okán az alapcél, amely a falvakban élők életminőségének javítása, illetve hogy minimum olyan legyen, mint egy középvárosban, városban élők életminősége, illetve a demográfiai folyamatok megfordulása, már egy kicsit betöltötte célját, hiszen elmondhatjuk nagy örömmel, hogy 1200 kis településen fordult meg a tendencia, és a falvak újra gyarapodnak. Ezen az úton kell tovább haladnunk, 2023-ban is az lesz a cél, hogy a Magyar Falu program haladhasson, amennyire csak lehet, hiszen a háború, illetve a Brüsszel okozta szankciós politika olyan helyzetbe hozta a gazdaságot, amely kérdéseket vet fel, mégis azban vagyunk érdekeltek, és abban érdekeltek a magyar falvak, hogy ez a program folytatódjon, a magyar kormány pedig elkötelezett ebben. Vámos atya szinte minden évben részesült támogatásban a Magyar Falu program keretében. Ilyen forrásból újítottak meg utakat, és korszerűsítették az óvodai játszóteret.